Nyíregyháza új kulturális negyedébe a Szimbád Színház történeti rendezvénytérbe költözött át hétfőn a Móricz Zsigmond Színház jegyirodája. Az új helyszínen minden színházzal kapcsolatos ügyet, például az elmaradt bérletes előadások pótlását, illetve a jegyvásárlását is el lehet intézni. Az épületben több funkciós színház történeti múzeum, kiállítóterem, 3D-s mozi, kávézó és bisztró is helyet kapott. Kirják Róbert, a teátrum igazgatója azt mondta, az első előadást május 20-án láthatják a nézők. Az első előadás várhatóan május 20-a lesz, de hogyha annál is nagyobb számban jeleznek vissza a bérleteseink, mint ahogy mi megbecsültük, akkor ez esetleg május 19 is lehet. A Bogáncs virág lesz az első előadás, amit bemutatunk, ez egy kamara előadás, de fel fogjuk építeni a 150 fős nézőteret a színpadra, és az első néhány hétben a kamara színpados előadásokat fogjuk pótolni. Azt fogja követni a Rovarok élete, majd a nagy színpadon Édes Cseriti, Napsugárfiúk és Funny Girl lesz látható. Az 1000 férőhelyes Rózsakert Szabadtéri Színház az előző évek gyakorlatához hasonlóan egész nyáron várja a kultúra iránt érdeklődőket. A mostani vírushelyzetben a Szabadtéri Színház élmény még inkább felértékelődik. A Szabadtéri Színházi előadások megtekintéséhez is védettségi igazolvány szükséges. Körülbelül július elején befejezzük a bérletszünetes előadások pótlását, és a Vidor Fesztiválig a megszokott szabadtéri programmal készülnénk, tehát ott lennének musicalek, vígjátékok, egy zenés produkció is tárgyalás alatt van, tehát azt a szabadtéri nyár hangulatot, ha nem is 2,5 hónapra, de egy 1,5 hónapra mindenképp szeretnénk visszahozni, és augusztus 27-től pedig reményeink szerint elindul a fesztivál. A Vidor Fesztivál programjai készen állnak, a szervezők abban bíznak, hogy idén sem marad el a vidámság és derű országos seregszemléje.